A tanárvégzettségű katonaként dolgozó jelölt azt mondja, mindenképp szeretné fejleszteni a Kápolna és a Körösi Csoma utcáknál található játszótereket. Ezek mellett lobbizna a választókerület útjainak és járdáinak felújításáért is. A választókerületben ugye kifejezetten nekem például a Bocskai utca, ami tehát katasztrofális állapotban van véleményem szerint. Tehát ezeket a problémákat mind szeretnénk megoldani. Szekszárd többet érdemel, a helyieknek pedig meg kell adni a lehetőséget, hogy új utat választhassanak. Ezért indította a Mi Hazánk saját jelöltet Szekszárdon. Ezt mondja a párt országos sajtófelelőse. Hát fogalmazhatunk úgy, hogy az egyetlen egy tiszta erő az a Mi Hazánk jelen pillanatban, és Lászlót tiszta szívvel merem ajánlani a szekszárdiaknak, lokálpatrióta, törzsgyökeres szekszárdi, tisztességes, becsületes, tanult ember, aki felkészültségével igenis tud segíteni a városon. A Mi Hazánk mellett a Fidesz-KDNP és az Én Szekszárd indít jelöltet a november 13-ai választáson.